Megtaláltam az édenkertet, állítólag ezt mondta a Kolumbusz Kristóf 1492-ben, amikor Kuba partjára lépett. A karibi térség legnagyobb országának tized része építési védelem alatt áll, hogy megőrizzék az érintetlen természetet. Nézzük, hogy látta mindezt Novák Rihárd, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának csoportvezetője. Szervusz, köszöntünk a stúdióban! Jó estét, sziasztok! Milyenek voltak az első benyomásaid Kubával kapcsolatban? Először is egy, egy, nagyon hosszú út vezetett ahhoz, hogy eljutottunk oda. Ugye ezt szoktuk itt Egerbe mondani, hogy Eger, Kerecsend és Nagyvilág. Eger, Kerecsend után havanna következett szinte. Hát egy körülbelül egy, egy, 10, 12 órás repülőút kellett átszállásra, hogy eljussunk Kubába. Ez majdnem 9000 km légi úton és egy, egy, hosszú, fárasztó nap után éjszaka érkeztünk meg, és ugye akkor már éreztük is az időeltolódásnak a, azt a fajta élményét, amit ugye ilyenkor meg lehet tapasztalni. E, hogy is mondjam, az első pillanatok igazán szürreálisak voltak, hiszen e, e, éjszakai fények között pálmafák, ladák, zilek, moszkvicsoknak a látványa, e, e, szaga, illetve, illetve mondjuk az a hirtelen változás, ami akkor ért bennünket, hogy december volt itthon, tehát egy olyan mínusz 5-10 fok, e, és a akkor el elmentünk egy trópusi országban, ott pedig a 30 fok csapott mellbe minket, úgyhogy az első pillanatok érdekesek voltak, szürreálisak, de egy, egy gyors pihenés következett, aztán másnap indultak ugye a, a különböző kalandok és programok. De akkor a téli kabáttal mit csináltatok? Mert én, én, is jártam már így, hogy télen utaztam, és akkor a kocsiba direktünk, míg fölértünk a repülőtérre, csak azért, hogy neki a téli kabátot vinni, mert azért hülyén néz neki mondjuk Kubába, Bundába járkálni az első nap. Hogy jött egyáltalán az ötlet, hogy Kubába mentek? Miért mentetek Kubába? Munkahelyi dolog volt, vagy magán, buli? Ez abszolút magánbuli volt, teljes mértékben. Gondolkoztunk egy olyan, olyan helyszínen, ami, ami érdekes, mindenképpen gyönyörű természeti látnivalók vannak, hiszen alapvetően a természeti látnivalóknak a megtekintéseért mentünk oda, de emellett azért nagyon fontos számunkra, hogy az ottani, ottani embereket, az ő életüket megtapasztaljuk, lássuk, hogy mi történik ott, hogyan is élnek ők, hogyan gondolkoznak, milyen milyen ételeket esznek. Tehát próbálunk ugye a, a, a társadalom szövetébe egy picit beleszövődni, és akkor úgy átvenni azt a fajta feelinget, életérzést, ami, ami az adott helyen van, Kubával is ugye ezt szerettük volna, illetve hát én néhány évvel ezelőtt elkezdtem egyfajta hobbit, ha lehet így mondani, ez a szivarozás, és hát kíváncsi voltam, hogy a, a, a világ szivar központja az, az hogyan is működik, és ehhez az úthoz egyébként útításokat is sikerült találni. E, aztán végül is elindultunk. Ez úgy működött, én szeretnék szivarozni Kubába, gyertek velem, nem? Tehát, hogy így találtam magadnak útításat, igen, utazzunk együtt. É, és van melletted egy börtök, ha már spoilerezteted a kérdésünket, ugye a szivarozással kapcsolatban, e, hoztál is magaddal szivart kintről? Igen, hoztam. Ugye most éppen a napokban láttam egy, egy hírt, hogy a, a Ferihegyi repülőtéren valaki 1400 szivarral bukott le, 50 darabot szabad egyébként mindösszesen behozni. Na most ugye az a helyzet, hogy hát van nálam kettő is, ezt mindjárt úgy összehasonlításképpen megmutatom. Gyakorlatilag így messziről, hogyha nézzük, akkor ez a kettő ez nagyon hasonlít egymásra. Igen. Kubába mindenki szivarokat akar nekünk eladni, ezeknek a 99,9% a hamisítvány, de amit a jobb kezemben tartok, ez egy eredeti Kohiba márkájú szivar, a gyár mondjuk nem támogatta ezt a dolgot, hogy ide jöttem, de azért ezt yeah. megmutatni közben. A másik pedig egy hamisítvány. Így első ránézésre hasonló a kettő, de vannak olyan megkülönböztető markerek, jegyek, ami alapján lehet tudni, hogy egy szivar az éppen hamisítvány, vagy éppen nem. Úgyhogy tulajdonképpen ott inkább ezt szokta, hogy próbálják az emberekre rásózni. Na most érdekes dolog, hogy egy ilyen szivarnak egyébként az ottani ára az annyi, mint, mint amennyit egy szivar gyári munkás, vagy éppen egy orvos, vagy éppen egy tanár keres egy hónap alatt. Eznek, ennek a magyarországi ára ez azért picit több, nagyjából 16 ezer forint egy ilyen szivar. Egyébként ott mondom, hogy ha valaki ott ugye dolgozik, bármilyen munkakörbe, akkor nagyjából ez a olyan 25-30 dollár, amit ő havonta tudott megkeresni bezóban. És, és ő, azért nyugtass meg, bocsáss meg, hogy a hamisítványban is dohány van azért. Tehát, hogy, de. Igen, olyan szempontból ez is jó, hogy hogy kubai dohány van benne, tehát ö, ö, mindenképpen ottani dohány, de valószínű, hogy a, a minősége, meg egyébként, ha megnézzük például a szivarnak a sapkáját, az, az sincsen olyan szépen eldolgozva, mint a másikon. Tehát azért vannak olyan megkülönböztető érek, amivel egyiket a másiktól ö, azért ö, lehet Aha. Könnyen fel tudtátok egyébként ismerni a hamisítványokat? Kiszúrtátok? Kis Igazából, hogyha a Kubába valaki szivart vesz, ö, vannak ö, ott is nemzeti dohányboltok, mint nálunk. És ott, ott azért az ember bízhat abban, hogy olyan, olyan minőségű szivart vesz, ami nem hamisítvány, hiszen a doboz az le van zárva, és hogyha ugye felbontásra kerül, akkor meg lehet nézni, hogy mi a tartalma. Tehát nagy eséllyel azért ott olyan szivart tudunk venni, ami, aminek biztonsa, biztos az eredete, de utcán soha nem szabad, mert ott azért az nagyjából borítékolható, hogy az összes szivar hamis lesz. Jó. Milyen gyorsan tudtátok egyébként felvenni így a kubai ritmust? Lehet kultúrsokról beszélni az esetekben? Igen, azért, azért nagyon más a kettő. Én ugye nem értem a kommunizmusban, talán ugye a szocializmus végúráiban, születtem 1986-ban, de azért az a, az a fajta dolog, amit ott láttunk, hogy amiről nagyszüleink meséltek: hogy az emberek a fejadagokat jegyre kapják, rist, cukrot, olajat, kenyeret, és van egy ilyen kis füzetük, abba szépen be kell írni, hogy mennyi a heti penzum. Tehát ez a, ez a dolog, ez úgy érdekes volt látni, illetve a, a boltokban úgy látni, mintha tele lennének különböző termékekkel. Viszont az a helyzet, hogy mondjuk van. 6-8 termék összesen egy boltba. Ugyan a polcok tele vannak azzal az egy vagy két-három termékkel, de az állami boltokban például azt tapasztaltuk, hogy ülnek bent a alkalmazottak, megjönnek a vásárlók és beszélgetnek egymással, mert igazából más nem tudnak. Tehát a, az áruknak a, a mozgása, a, ugye Kuba, mint szigetállam, Eleve a, a, a különböző kereskedelmi szankciók, embargó az USA-val, illetve a, a különböző áruknak a, a bejövetele az igencsak limitált, és ugye elsősorban szocialista berendezettségű Igen. államokkal van kereskedelmi kapcsolatuk. Na most beszélj egy kicsit arról, hogy hogy fedeztétek fel Kubát. Ugye itt nem szervezett úttal mentetek, ha jól tudom, hanem külön foglaltátok a szállást magatoknak. Hát akkor milyen volt így a nagyvilágba így belemenni? Hogy tudtátok felfedezni Kubát? Az a helyzet, hogy nagyon kevés információt lehet Kubáról találni, hál' Istennek egyre többet, ahogy egyre több honfitársunk kimegy, magyarul, angolul is természetesen nagyon sok információ van, de ez volt az az út, amit a legtovább kellett szerveznem, körülbelül másfél hónapnyi szervezésbe tellett, ahhoz, hogy minden flottul menjen, mindent meg tudjunk nézni, hogy ha mondjuk adott nap ide megyünk, akkor onnan hogy tudunk tovább menni, milyen lehetőségek vannak. Tehát nagyon sok blogot olvastunk el, különböző videókat néztünk meg. Tehát nagyon kell az információt szedni ahhoz, hogy, hogy egy ilyen utat jól, jól ki lehessen találni. Ugye nincsen Google Street View például, ahol meg lehet nézni, hogy tényleg ahol megyünk, az hogy néz ki, hanem leírások, fényképek alapján lehet navigálni, de tényleg olyan csuda helyekre lehet eljutni. Ilyen nem szervezett út kapcsán, ugye unak szervezünk, ami sok esetben például egy, 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 egy nagyobb ö, olyan, olyan cég, aki szervez egy ilyen utat, az esetleg nem tudná ilyen módon megmutatni. Mert hogy ti hogy csináltatok? Béreltetek egy kocsit, Ugye? Amihez kaptatok egy sofőrt. <laughs> Eleve béreltünk egy autót, hozzá volt egy sofőrünk is, és ő például segített abban, hogy olyan, olyan helyekre is eljussunk pluszban, amit mi nem terveztünk, de ő például segített ezeket megszervezni. És nagyon-nagyon jó tanács, hogy aki Kubába megy, azért egy pici spanyolt érdemes fölvennie. Angolul is el lehet lenni, de, de, de azért kell a spanyol. Én ugyan nem tudom sajnos spanyolul, portugálul tudok, de a két nyelv között van annyi hasonlóság, hogy végül a portugálom miatt a, a spanyolul tudtam annyit, annyit, magunkon segíteni, illetve előrébb vinni a dolgokon, hogy azért, azért nem, nem, tudtak eladni bennünket. Közben gyönyörű képeket láthatunk. Milyen természeti értékeket sikerült felfedeznetek Kubában? A alapvetően egy, egy trópusi szigetről beszélünk, és hát gyönyörű, gyönyörű, erdők, növények, vízesések, virágok. Azt mondhatom, hogy szinte az egész, egész sziget egy, 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 gyönyörű édenkert. Nagyon szép, nagyon szép, helyeken jártunk. És ami, ami azért látszik, hogy a, ugye cukornád termelésre vannak ők ráállva kifejezetten, illetve a dohány, kávé és a többi. De hogy alapvetően a cukornád termelés, ami ugye dívik, és hát emiatt mindenhol ugye rumot azt lehet kapni. Az alsó polcos kategóriától, amitől még a plafon is lepereg, a egészen, egészen, magas nívós minőségű rumokig. Úgyhogy alapvetően inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen geológiai, természeti értékek vannak, milyen állatok vannak, látunk például kolibrit is több esetben, úgyhogy gyönyörű tengerpartjai vannak. Egyébként sokszor látom azt a a szervezés kapcsán az jutott még eszembe, hogy nagyon sokan inkább olyan részére mennek el Kubának, ami egy ilyen nyaraló paradicsom. Uh -huh. Ott Egyáltalán nem ismerhetik meg az igazi Kubát, hanem a, a különböző csillagos szállodák között, a, tenger, a fehér tengerparton parton heverészve, azért ezt, ezt nem lehet olyan jól megtapasztalni. Na mi ezt próbáltuk elkerülni minél jobban, és uh, volt egy-két-egy egy olyan nap egyébként, amikor egy ilyen, ilyen uh, helyre is ellátogattunk, hogy mégis milyen, milyen az, hogy legalább azt is megtapasztaljuk, hogy nézzük meg, hogy hova mennek sokan. És tényleg azt mondhatom, hogy uh, mondjuk 10 emberből nyolc ilyen helyre megy, és nem, nem arra kíváncsi, hogy milyen az. Az igazi Kuba, esetleg van egy-két út, mondjuk Havannába vagy Vinyálesbe, amit megnéznek, de hogy alapvetően inkább rábízzák magukat a helyi szervezőkre, illetve a különböző ilyen all inkluzív helyeken töltenek el több időt. Na, és milyen az igazi Kuba, ha ezt. <kül> Most tényleg én nem kell másfél órás előadást tartani, mert tudom, hogy beleférne, csak hogy egy kis eszenciáját a nézőkkel megismertetnél. Erre elég. Nehéz válaszolni erre a kérdésre, hiszen nagyon sok mindennek egyvelelge az egész. Picit ez a, ez a posztkommunista, szocialista világ tényleg az, hogy ott vagyunk egy karibi országban, pálmafákkal, és akkor látunk ladákat, moszkvicsokat, zileket. Ez, ez ugye önmagában egy ilyen, ilyen fura, fura dolog az egész, de alapjában véve az emberek jókedvűek, jól érzik magukat, mindenhonnan szinte szól a zene. Ja, hát, Mambusz tájt Kipróbáltunk Kipróbáltunk egy-két dolgot, de azért nem vagyok túl jó táncos. <gül> <gül> ezt, ezt, ezt inkább ne, ne, nekik sem szerettem volna megmutatni. Úgyhogy mi azt, azt tapasztaltuk, hogy ugye nagy a szegénység, de az emberek nagyon számítanak egymásra. Uh -huh. Ugye a fekete kereskedelem az virágzik, és köztük ugye a különböző Hogyha valakinek nincs valami, akkor segít neki a másik, hogyha annak nincs az, akkor ő segít. Tehát egy ilyen, egy ilyen, ilyen, mint egy ilyen pókháló rendszer az Aha. egész működik, az emberek tényleg segítik egymást, próbálják túlélni ezt az egész helyzetet, hiszen, hiszen tényleg áruhiány van, illetve sokszor áram nincs mondjuk egy-két napig, tehát ilyen előfordul. Ügyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes az egész, a, a természeti látnivalók gyönyörűek, azért Havannában is rengeteg olyan hely van, amit érdemes megnézni, vagy az ország más részeiben is gyönyörű, gyönyörű látnivalók vannak. Úgyhogy egyfajta ilyen eszenciája a múltnak, a, a kommunizmusnak, a szocializmusnak, de hogy egyfajta ebből való való kiszakadásnak az érzése az benne van az emberekben, és már szeretnének ebből, ebből, előrébb lépni, mert most egyébként két éve van Kubába internet, tehát eddig nem is volt semmiféle. Ott is úgy lehetett internetezni, lekapar az, az emberek egy kártyát, és akkor egy óráig a, azzal a kóddal lehet internetezni. Igen, ami hát idén évet a betárcsázós internet ugye nálunk. Tehát, hogy Valami hasonló módon működik, úgyhogy ők most kezdik igazából felfedezni a külvilágot. Ebből, eddig ők a külvilágból nem nagyon láttak semmit, és most, hogy már őket is éri ez a, a külvilág felől érkező különböző ingerek, hogy máshol a világban hogy, hogy működnek a dolgok. Kezdenek úgymond fölébredni, hogy hoppá, hát azért a szigeten kívül is milyen érdekességek vannak, hogy, hogy néz ki máshol a világ, hogy működik. Úgyhogy azt látom, hogy hogy, hogy szeretnének most már ők is azért ebből kiszakadni. Még a gasztronómiáról nem esett igen, szó. Igen. Milyen különlegességeket kóstoltatok? Um, a kubai konyha az egyébként nem olyan sok színű, mint esetleg sokan gondolják. Nagyon sok érdekes trópusi gyümölcs van, amit megkóstoltunk, kipróbáltunk, de egyébként alapvetően például nagyon sokan árulnak pizzát. Na most ez a pizza, ez körülbelül hasonló, mint a, mint a mi lángos tésztánk, uh -huh. és akkor arra van valami kis feltét, az azt hiszem, hogy 30 forintba kerül egy ilyen. A buszjegy volt talán 2 forint, úgyhogy valami ilyesmi árakkal lehet számolni. szállás is ugye olcsó meg lehet úszni, de visszaérve a, a, a kérdésre. Nem, nem, olyan, nem olyan nagy gasztronómiai élmény a kubai konyha. Hát a, azt, a talán ismert közmondás, hogy abból főznek, ami van. Úgyhogy a helyben, helyben, viszonylag, viszonylag szűk ez a termékkör, amiből, amiből ők elő tudnak állítani ételeket. De ugye a rizs, bab például, a hús, hát az is van náluk, de nagyon korlátozott mennyiségben, úgyhogy inkább itt a, a különböző növényeknek a, a felhasználás, nagyon sok rétű felhasználását főző, banán például, vagy ami, ami mondjuk számunkra érdekes volt, az például a, a, a languszta, ami ugye a világban elég drága dolog, de az náluk filléres, mert hogy náluk nagyon sokat abból van, ugye lehet a, a környékbeli partoknál találni, ha uh, halásszák, úgyhogy az például kifejezetten olcsó, és az, az, egy, az egy mondjuk egy menjünk egy jó étel. Hát e, jó, most voltam -e már Kubába, mi a bakancslistán a következő, mert ez akkor most pipa, most nálam egyébként fölkerült a bakancslistára, csak úgy mondom halk az erő, de hogy akkor a bakancslistán mi lesz a következő? Most az a helyzet, hogy én a, nagyon sok időt most már a családommal kell töltenem. Jaj, szegény ember. Meg, Megszületett a kisfiunk nemrég. Gratulálunk, rég? sok szeretettel. Gratulálunk. Szépen. Úgyhogy most, most az utazást valamennyire azért háttérbe kell nyilván szorítanom, de, de emellett azért, azért mondjuk például a görög szigetvilág az, az mindig is egy olyan, olyan, olyan volt, amit, ahová szerettünk volna kilátogatni, rengeteg szigetet meg lehet nézni, de akár itt a, a, a EU-s területek a trópusi vidékeken, Guadalupe például, ami ugyan 9000 km van innen, de EU-ba vagyunk, ott is, tehát ilyen közép-amerikai szigetek. Tehát van, van még azért sok, sok hely a bakancslistán. Hát majd meglátjuk, hogy ezeket mennyire sikerül abszolválni. De úgy gondolom, hogy aki, aki szeretné megnézni Kubát, és, és még azt a fajta Kubát szeretné látni, ami, amilyen az valójában, akkor még mostanában érdemes oda elmenni, mert azért érzékelni egyfajta változást is. Mm -hmm. Például hoztam magammal két pénzt is, Igen. ami Kubába kettős valuta rendszer van, kétféle pezó van, egy ilyen pezó ér 25 ilyet. Aha. Viszont most már az a helyzet, hogy ezt a pezót, ami a jobb pezó, ez egyébként az amerikai dollár árfolyamához van kötve, ezt most már kivezették, és a rossz pezó az, ami, ami maradt. És akkor érdekes volt, hogyha mondjuk a, ezzel fizettünk, akkor visszakaptunk ilyet. Vagy visszakaptunk ilyet is, meg ilyet is. Akkor ugye, ki volt írva valami, valamilyen terméknek az ára, akkor most akkor sakkoztunk, hogy most milyen pezóban van. Ezzel nyilván próbálták a, a turistákat is áteíteni több helyen, tehát erre nagyon kellett figyelni, de most már egyszerű a dolog, mert most már csak rossz pezó van, úgyhogy, úgyhogy, ezt használja mindenki. Hát mit kívánhatnánk? Az, hogy járja a vakancs listád végére, bár szerintem az elég necces lesz, mert mindig jönnek újabb és újabb ötletek. Ja, Mindig vannak újabb. <há> sok, sok szabad időt kívánunk hozzá. Igen, akkor sok szabad időt kívánunk hozzá, és sikerüljön elérni minél több helyre. Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit bevezettél minket Kuba az édenkertbe. Köszönjük szépen, Én hogy köszönöm a Köszönjük szépen.